Tisztelt polgármester úr, mi minden történt ezen a héten? Hát a héten sok minden olyan dolog történt, ami még nem jelenti azt, hogy el kell, hogy mondjam, mert még előkészületi munkában vannak, de azért volt néhány fontos dolog, ilyen például, hogy 90 éves hölgynél voltam a mai nap Balog Józsefné Magdi néninél, egy különleges helyszínen, mert a Szérű utca és a Veres Péter út sarkán levő Szabó Ervin könyvtárba, annak az udvarán tartottuk a szülinapi megemlékezést, már pedig azért, mert ugye kisházban lakik, és viszonylag sokan jöttek el, és nem fértek volna el ott, úgyhogy egy hatalmas buli volt. Két gyerek, ha jól emlékszem, három unoka, de lehet, hogy négy unoka és két dédunoka, de már a legnagyobb dédunoka már lassan 14 éves vagy 13 éves lesz. Ennek ellenére nem látszik Magdi néni, hogy 90 éves lenne. Nagyon jó erőben van. Kérdeztem tőle, hogy mi a hosszú élet titka. Azt mondta, hogy a munka. Mondom, és mit csinál egész nap? Hát ma reggel főkeltem 5-kor locsolni a növényeimet, és kertbe kertészkedik, locsolja a növényeit, nem esíti a virágukat, amit az utcában mindenkinek szépen odaajándékoz, úgyhogy az egész utcában, az minden kertbe szinte az ő kertjéből, hogy mondják ezt, fialtatott, vagy származott növények vannak, és nagyon szereti mindenki az utcában, sokan eljöttek egyébként erre az ünnepi alkalomra. Aztán hétfőn Tóth Ilonka halálának évfordulója volt, és erre emlékezett a Kovász Egyesület, illetve hát leginkább az Árpád-földiek, meg a Tóth Ilonka Emlékházért Alapítvány, a Tóth Ilonka téren volt egy rövid megemlékezés, aztán utána a résztvevők átmentek megnézni, hogy áll a Tóth Ilonka ház. Jelentem egész jól áll, tehát az új résznek a szerkezete kész, tehát a föld alatt levő beton szerkezet készen van, már csak a belső falak kellenek, majd nyilván hát azért van még munka vele, de hát még október 23-ra még odébb is van. De jól áll, időben vannak és jól haladnak, hál' Istennek nincsen különösebben nagy esőzés, vagy vihar, vagy bármi olyasmi, ami hátráltatná a munkavégzést. Aztán ezen kívül a hétvégén rendkívül jó idő volt, ez nem meg is nehezítette a Budapest Open teniszversenyen résztvevő vietnámiakat. Ugye ez minden évben, most már minden két évben rendezik meg itt a 16. körödben a Kiev Metro pályán, ilyenkor nyár elején, és egész Európából jönnek kifejezetten vietnámi nemzetiségűek teniszezni. Most is 5 országból és 9 városból jöttek. A király kategóriát, ha lehet ezt így mondani, ugye az A csoport, tehát a profik között a férfi egyest egy 14 éves fiatalember nyerte, egy lengyel fiú. Fantasztikusan teniszezett, én láttam a döntőt, egy cseh férfi emberrel játszott, de simán nem ment volna a Római Tenisz Akadémia bármelyik versenyének is, tehát nagyon jól teniszeztek. De hát ez a fiú, ez hát mindent elért. De hát mindegy, hát teniszeztek, ügyesek voltak. De ha már beszéltem arról, hogy a Tóth Ilonka emlékház az jól halad az építkezés, akkor be kell számolnom arról, hogy van egy csomó dolog, ami most kezdődik majd. Ilyen például a Táncsics iskolának a étterem étkező részének az átalakítása, ugye az a héten elkezdődik, legkisebb jövő hét elején. Ezzel egy időben úgy sikerült végül, hogy ezzel egy időben a Táncsics iskola előtt a Táncsics utcának a felújítása és a parkoló kialakítás, mert ugye ott csak az iskola oldalán van most parkoló, de hát már nagyon régóta vágynak arra az emberek, hogy túloldat is lehessen parkolni, hát kitaposták ott teljesen a nem létező zöld felületet, úgyhogy ott megcsináljuk ott is a parkolót, meg akkor már az utat is felújítjuk, és akkor épp kézláb lesz a dolog. Ennek a felújítása kezdődik nem sokára, illetve ugye a Farkashalom óvodánál van még egy parkolóépítés, nem a Farkashalom utcában, hanem a hátsó bejáratnál. Csinálunk egy parkolót, már elkezdődött a János utcai napközis tábor, illetve ott leginkább a Baross utcai óvodától egészen fölfele járda és parkolóépítés. Az nagyon jól halad, a járda már szinte kész is van. Ugye ott lesz egy kis furfang is, mert ez egyirányú utca, ugye a János utca, de a bicikliseket vagy kerékpárosokat beengedjük szembe, és ott egy kis sávot kialakítunk nekik, főleg az elején, ahogy be lehet fordulni a Csömöri útról. A Csömöri út felújítása is pont elért már odáig, tehát már ott dolgoznak a munkagépek, amit a fővárosi önkormányzat csinál, úgyhogy haladnak a munkáink. Egy iskola, egy óvoda, ugye az iskola Sasami tanoda, az már jól halad. A Ágoston Péter utcai óvodában is már, még talán múlt hétvégén voltam kint, de
de az is rendkívüli előhaladásában áll, és kezdődik az egyorvosi rendelőfelújítás, ugye a Délceg utcai gyermekorvosi rendelőfelújítása van idén. Ráadásul nem csak felújítás, hanem bővítés is, ott ugye viszonylag nagy lehetőséget találtunk, és a maradék beépítési lehetőségig be is építjük a területet, és egy, hát nem azt mondom, hogy egy új szárnyal, mert ugye egybe lesz az épület, de jelentősen megnő az orvosi rendelő alapterülete is, így most már végre külön lehet választani az egészséges és betegrendelés nem csak időben, hanem térben is, ugye, ami azért nem hátrányos, hogyha ez így alakul. Ez július 4-én kezdődik a beruházás, illetve július 4-től új helyen vannak az orvosok, már a hétvégén is elkezdenek dolgozni, ugye 4-e hétfő. Méghozzá a Budapesti úton a gyógyszertár fölött levő, eredetileg is orvosi rendelőnek kialakított helyre szerződtek le az orvosok, hogy oda költöznek addig át. Persze van, aki szabadságra megy, úgyhogy az interneten informálódjanak, meg a kerületi újságban is benne van, hogy mikor és hol rendelnek az orvosok. Ez innen nincsen messze a Délceg utcától, úgyhogy gyalogszerrel is át lehet majd oda sétálni, ha valakinek ez nagyon fontos lenne. Aztán még egy dolgot mindenképpen el kell mondanom, ugye július 1-e péntekre esik, július 1-e ugye köztisztviselői nap az egész országban, a köztisztviselőknek ilyenkor szabad nap van, tehát nálunk a polgármesteri hivatalban se dolgoznak, úgyhogy aki pénteken akart jönni ügyet intézni, az ne jöjjön, mert zárva lesz a polgármesteri hivatal. Hát akkor nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánunk. Nekünk most az lesz, igen. Minden jót. Köszönöm szépen.